Nagyon sokan fölteszik most itt Szlovákiában ezt a kérdést, ami az István király rock opera egyik ismert refrénje is volt, hogy te kit választanál. Az elkövetkezendő választásokon végre először a szlovákiai magyarok választhatnak sok év után, és elismerem azt, hogy nagyon sok embernek ez a választás ez nehéz, és egy komoly felelősséggel jár. Solymos úr, milyen legyen a szlovákiai magyarok új képviselete? Milyen legyen egy jó képviselő? Igen, hát megkérdezhetjük azt is, ugye, hogy milyen embernek kéne lenni annak, aki a szlovákiai magyarságot parlamentbe képviseli. Tehát milyennek kéne lenni a parlamenti képviselőnek, milyennek kéne lenni annak a pártnak, amelyik a szlovákiai magyarságot képviseli. Mindenképpen az a véleményem, hogy túl nagy luxus a szlovákiai magyarok számára, a szlovákiai magyarság számára, hogyha olyan emberek képviselik a parlamentben akik egyszerűen megbújnak a mások mögött, 4 évig, vagy akár több évig is, amíg a parlamentben vannak, hangukat nem hallatják, nem szólalnak meg, és ráadásul még nagyon sokan büszkék is erre a teljesítményükre. No, ez az a nagy luxus, amit szerintem a szlovákiai magyarság nem engedhet meg magának, hogy ilyen képviselete legyen.